És kérek mindenkit, hogy az ünnepségünk folytatásaként mindenki fáradjon be a művelődési házba. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat! Az 1956. október 23-ai 23-ára történő megemlékezésünkön a 63 évvel ezelőtti eseményekre való megemlékezésünkön. Itt az ünnepségünk előtt beszélgettünk, hogy én mondjam el a köszöntőt, vagy a bizottság, kulturális bizottság elnöke, és ragaszkodtam hozzá, mert ünnepelünk, több oldalról is ünnepelünk. Ünnepelünk ugye a megemlékezésünket, amelyet minden egyes alkalommal megtartunk, és ez a megemlékezés számomra már a 75. 75. alkalommal állok itt az állami kormányzat ünnepeken, amikor köszönhetem az embereket. Más azt mondaná, hogy kevesen vagyunk, én azt mondom, hogy nem vagyunk sokan, de bízom benne, hogy a mai nap is, a mai napi köszöntő, a 8. osztályosok műsora gondolatokat ébreszt, és ezek a gondolatok majd ösztönzik a többieket is, hogy legközelebb is eljöjjenek. Ezzel a köszöntővel szeretném felkérni Szalai Balást, a Rába közé helytörténeti kutató társulatának elnökét, hogy hozza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megjelentek! 1956 kiemelkedő év volt a művelődés történetben. Ebben az esztendőben készült el az első endoszkópos fényképfelvétel és a ma is használt hajszállító. A tárcsafék ekkor váltotta fel a dobféket, ebben az évben találták ki a mesterséges intelligencia kifejezést, és ebben az esztendőben fedezték fel, hogy az embernek 46 kromoszómája van. Ezek mind fontos kultúrtörténeti lépések az emberiség történetében, de mi magyarok 1956 említésekor a 63 évvel ezelőtt lezajlott forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Ilyenkor fejet hajtunk az 56 neves és névtelen hősei előtt. De 1956-ban miért nem az 500 évvel korábbi nándorfehérvári diadalra emlékeztünk? De miért is került sor a forradalomra? A II. Világháborút követő időszakban a nemzet, az újjáépítés és a szabadságba vetett remény lázában égett. Ebbe a reménybe gázolt bele a szovjet segítséggel megerősödött kommunista párt, mely 1949-re elnémította politikai ellenfeleit és belefogott az ország szovjet típusú átalakításába. Az országot vezető kommunisták minden társadalmi csoportot megsértettek. A parasztokat, a munkásokat és az értelmiségieket egyaránt. Nemzetrontó tevékenységüket a hazafiasság mázával kenték be, és a történelmet meghamisítva magukat tartották 1848 örököseinek, a magyar szabadság és függetlenség igazi megvalósítójának. A szavak elvesztették eredeti jelentésüket. Amikor azt mondták, hogy népi demokráciát építünk, azt értették rajta, hogy reszkessen mindenki a párttól. A békemozgalom háborús készülődést, a parasztság támogatása kuláküldözést, a szovjet-magyar barátság a vörös hadsereg megszállását, a növekvő jólét pedig egyre fokozódó elszegényedést jelentett. A beígért szebb jövő, szabadság és jólét helyett lett börtön, félelmetes hajnali csengetés, AVH, lefüggönyözött ablakú fekete autók és sorban állás az üresboltok előtt. Társadalmi egyenlőséget hirdettek, de ezt nem a szegény réteg felemelésével, hanem a jobb helyzetben élők lesüllyesztésével érték el.
üldözték a vallást, Isten helyett a párt vezetőit kellett éltetni. Átalakultak az ünnepeink. Karácsony és húsvét munkanap lett, míg a Szovjetunióhoz kapcsolódó április 4-ét és november 7-ét állami ünneppé nyilvánították. Átnevezték a közterületeket, így szinte minden nagyobb településsel lett Lenin, Sztálin, Felszabadulás vagy éppen Vörös Hadsereg utca. Kémnek, idegen ügynöknek, hazaárulónak nevezték azokat, akik nem tűrték a megaláztatást és nem törődtek vele polgári és politikai jogaik semmibe vételébe. Százféle módon lehetetlenítették el azokat a bátrakat, akiket veszélyesnek éreztek hatalmukra, emberi közösségek bomlottak fel, hiszen sokan feleslegesnek, sőt ellenségnek érezték magukat. Olyannak, akinek nincs helye ebben az országban. Mennyi alkotóerő veszett kárba, amiatt, mert a hatalom nem ismerve a valódi demokráciát, ellenségként kezelte a másként gondolkodókat. Hány diák jövőjét vágták el azzal, hogy az iskolai anyakönyvbe a neve mellé X-et tettek, ami az osztály idegenséget jelentette. Magyarországot teljesen elszakították Európa nyugati felétől. A határokat vasfüggöny zárta le. Az iskolákban pedig a megszállók nyelvét, az orosz kellett tanulni. A kommunista pártól függetlenül működő szerveződéseket felszámolták. Nem tűrték az ellenvéleményt, nem volt igazi szólásszabadság, s megszűnt a demokrácia. Aki szót mert emelni, azokat megfigyelték, lehallgatták, az általuk irányított sajton keresztül lejáratták, és rosszabb esetben bebörtönözték. Törvénysértések, koncepciós perek ideje volt ez. A forradalom kitörését megelőző időkben az igazságtalanság és a megtorlás minden harmadik embert érintett valamilyen formában. 400 jogerős halálos ítéletet hoztak, és 10 000-eket börtönöztek be, vagy költöztettek ki otthonaikból. Akik ezt tették velünk, akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul, de a sötét oldalon jártak, és a nemzet árnyékba borult. A nemzeti hagyományokkal szakítva megváltoztatták a címet, és a szovjet diktátor Sztálin dicsőítésére 18 méter magas szobrot emeltek, melyhez a helyet a Regnum Marianum templom lerózerolásával, a szükséges bronzot pedig Görgei Artúr, Andrássy Gyula és Tisza István szobrainak beolvasztásával nyerték. A diktatúra mindkét jelképét 1956. október 23-án semmisítette meg a forradalmi tömeg. A szoboróriást ledöntötték talapzatáról, míg a nemzetidegen címet kivágták az ászlóból. Kedves bősátrányiak! A szovjet megszállásnak már az első napokban volt bősátrányi áldozata. A felszabadító katonák gyilkolták meg a község szülöttét, Szalai Alajos káplánt is. A Győr Nádor város Szent Kamillus templomának segédlelkészét a templom udvarán lőtt a szovjet katona 1945. március 28-án. Pisztolygolyótól halántékon találva a plébánián menedéket kereső hívek körében áldozta fel ifjú életét. Ideiglenesen a plébánia udvarán temették el, majd szülőfalujába, bősátrányba szállították, ahol május 10-én nagy részvét kísérte utolsó útjára. A helytörténeti kutatásaim során egészen meglepő helyeken is találkoztam bősátrányi vonatkozásokkal. A napokban olvastam egy Fertőbozról szóló munkát, melyben szerepel a Lőrinc család is. Lőrinc Géza a bősátrányi malomban dolgozott, majd lehetősége nyílt munkát vállalni az érsekújvári malomba, ahova a hadtagú családját is magával vitte. A háború végén azonban Érsekújvár újra Csehszlovákiához került, ahol a magyarok másodrendű állampolgárnak számítottak. A család pedig a felvidéki magyarok áttelepítési listájára került. Így lett a bősátrányi Molnárból az 50-es években Fertőbozi kisbíró. Egy hónappal ezelőtt találkoztam Szilvan egy lengyel-magyar hölgyel, aki elmondta, hogy az édesapja, Surina Cyril, Szilvan volt gyógyszerész, de amikor kiutasították a saját patikájából, egy ideig bősátrányban dolgozott. Ő is a pártállami diktatúra áldozata volt. A bősátrányi temetőben nyugszik Pokker Ernő bányamérnök is, aki szintén a kommunista rendszer áldozata.
1938-tól a MAORT, vagyis a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság a két világháború közötti időszak legsikeresebb magyarországi vállalkozás alkalmazásában állt. Többek között ő teremtette meg a palackos propán butángáz forgalmazásának feltételeit. A háború után lelkiismereti összeütközésbe került a politikai hatalommal, melyek a háború után a gázpazarlással járó erőltetett olajtermelést követelték tőle. 1948-ban a koncepciós MAORT per előkészítése során őt is többször zaklatták, kihallgatták. Az értelmetlen erőszakkal szemben nem talált kiutat, és 1948. szeptember 9-én egy fúrótorony tetejéről leugorva önként választotta halált. A Rákosi korszak mindennapjaiban nyerhetünk bepillantást a fennmaradt rendőrségi jelentésekből is, melyek a besugó hálózat közreműködésével készültek. Az erőltetett ütemű iparosítás miatt a mezőgazdaság gépesítése elmaradott volt. Egy 1955. augusztus 1-i jelentés szerint Bősárkányban 5 cséplőgép van betervezve, azonban a Moson-Szentjánosi gépállomás még csak 2 gépet adott. A kuláküldözést igazolja az augusztus 7-i jelentés, amely szerint büntetőeljárást indítottak Andorka András ellen, mivel engedély nélkül csépelte ki 30 éve saját őszi árpáját. A TSS-ítésre a 2 nappal későbbi jelentés utal 55. augusztus 9-én. A járási tanács mezőgazdasági osztálya kirándulást szervezett a Mihályi TSZ-be, amely a korban mintaüzemnek számított. A jelentés szerint hiába szerveztek be 30 szemét, közülük csak 6 TSZ tag vett részt a látogatáson, míg az egyénileg gazdálkodó közül senki sem ment el. A végrehajtó bizottság elnök helyettese nem is fejtette vék alá, hogy az egyéniek azért nem mentek el, mert attól tartottak, ott mindjárt belülről szakolják őket a TSZ-be. A 2 hónappal későbbi október 10-én kelt jelentés szerint a községben az a vélemény, hogy miért lépjenek be a TSZ-be, amikor a pártitkár állandóan részeg, és a kevés munkájuk ellenére is a vezetőségnek van a legtöbb munkahelyisége. Az október 19-i jelentés idézi a Bősárkányi Kis Ferencet, aki azt mondta, hogy addig nem áll be a TSZ-be, amíg egyénileg is gazdálkodhat, mert akik bent vannak, azok sokkal rongyosabbak most, mint amíg be nem álltak. Az iparosításhoz szükséges tőkét a lakosságtól vonták el. Ennek egyik formája volt a békekölcsön jegyzése. Október elején a község dolgozói 20 ezer forint békekölcsönt jegyeztek, ami jóval felülmúlt az 1954-es eredményt. Sejthetjük, hogy nem egészen önkéntes volt a jegyzés. A munkásság élelmezését a parasztokra kirótt beszolgáltatási rendszerrel kívánták megoldani. A forradalom előtt egy évvel, egy nap alatt 27 sertést és 9 vágómarhát szállítottak el beszolgáltatásba a községből. Október végén értekezletre hívták a begyűjtési megbízottakat, ahol Balla László, a községi tanács végrehajtó bizottságának titkára azt mondta a buszon, amikor meglátta a Ráczkapi, Tárnokréti és Markotöbödögeit begyűjtési megbízottakat, úgy látszik, az összes népnyúzót értekezletre rendelik be. Az ellátási hiányokra utal, hogy november végén a helyi sarlókalapács TSZ-be azért vártak le egy sertést, mert zsírhiány volt a községben. Kedves fiatalok! Belegondoltatok abba, hogy milyen nehéz lehetett megszervezni egy forradalmat akkor, amikor még sem internet, sem televízió, de még rádió is csak kevés helyen létezett. Játszunk el a gondolattal, mi lenne, ha napjainkban kezdődne a forradalom. A Magyarország nevű csoport kiírja az idővonalára, kipróbáltam ezt a kommunizmus nevű cuccot, és hú, srácok, ez nagyon üt. Rákosi Mátyás bejelentkezett innen, Szovjetunió. Az egyetemi ifjúság létrehozta a békés felvonulás nevű eseményt, melynek tartalmához a következőt írták. Szolidaritás lengyel felkelőkkel. 50 ezer ember jelezte, hogy ott lesz. A sok támogató bejegyzés mellett ott lenne Pató Pálé is. Fiúk, mennék, de fáj a lábam. Egy Rákosi címeres profilképű hozzászóló trollkodna bele a beszélgetésbe. Imperialista ügynökök, a dolgozó nép árulói. Pesti srácok megosztja a köpönyek.hu időjárás jelentését. Budapesten, október 23-án egész nap száraz, napos idő várható, délután 19-20 fokkal. Gyertek!
Egyetemi ifjúság bejelentkezett innen, Bemszobor, majd Kossuth tér. Az AVH-nak és a Magyar Dolgozók Pártjának ez nem tetszik. Sztálin szobor megváltoztatja hangulatát, büszkéről, összetörtre. Dobó Kata bejelentkezett innen, Magyar Rádió. Gerő Ernő haragos. Egyetemi ifjúság módosította a békés felvonulás eseményt forradalomra. Nagy Imrét megjelölték a Forradalom nevű albumban. Több ezer ember ideiglenes profilképet állított be, lyukas, piros-fehér-zöld zászlóval. Nagy Imre megosztott egy csoportképet a következő szívecskével ellátott felirattal, a kormányom. Órák alatt több száz lájkot kap. Esti srácok hozzáadta érdeklődési köréhez, Molotov koktél készítés. Szovjetunió és Magyarország kapcsolatát bonyolultra változtatná. Gerő Ernő nagy bőröndöt és női ruhát keres a jófogáson. Esti srácok bejelentkezett innen, Korvin köz, Szénatér. Nagy Imre tördi az ismerősei közül az AVH-t és a Magyar Dolgozók Pártját. Esti srácok készít egy szelfit a háttérben egy égő tankkal, a szovjet hadseregnek ez nem tetszik. Munkások írt Magyarország üzenőfalára, sztrájk. Nagy Imre kormánya megosztott egy hivatkozást. Végre fegyverszünet van, és elkezdjük a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról. Magyarország és még 38 ezer ember kedveli. Szovjet hadsereg hozzászólása, bizony, és egy kacsintás. Nagy Imre kormány hozzászólása, hé, miért kacsintottál? Szovjet hadsereg, mi? Én kacsintottam, képzelődsz. Magyar Dolgozók Pártja megváltoztatta a nevét Magyar Szocialista Munkáspártra. Kádár János kedveli ezt. Mindszenty József 10 év után végre visszaigazolja Nagy Imrét. Magyarország kilépett a Varsói Szerződés nevű zárt csoportból. Kádár János ismerősnek jelölte Hruscsovot, Hruscsov integetne az új ismerőségnek. Nagy Imre kormánya írt Szovjetunió üzenőfalára. Haligó, miért van itt ez a rengeteg tank? Hruscsov hozzászólása. Ne is törődjetek vele. Esti srácoknak ez nem tetszik. November 4. A szovjet hadsereg bejelentkezett innen, Budapest. 200 ezer felhasználó megváltoztatta jelenlegi lakhelyét, Ausztria. Magyar menekültek bejelentkezett innen, a demokratikus világ összes országa. Magyarország lefagyott. Tisztelt ünneplő közönség! 1956 ősze sokaknak más és mást jelent. A résztvevőknek az elesett hősöket, az elvesztett rokont, vagy a szabadság emberarcú pillanatait. Másoknak egy hátborzongató történelmi lecke, és van akinek csak egy munkaszüneti nap, október 23-a. 1956 annyiféle, ahányan áttérték. 1956-ban a szabad és független Magyarország követelésében volt egyetértés. A részletekben már nem. És a szabadságharc győzelmét akkora széthúzás követte volna, mint amilyet a rendszerváltás után megéltünk. A beszédre készülve én is összegyűjtöttem, hogy milyen a viszonyom 56-hoz. Miért szeretem 56-ot? 1956 története nem csak forrongás volt és harc, hanem hosszú évek után megélt igazi boldogság is. Azt megelőzően akkor lehettek ilyen boldogok a magyarok, amikor honvédek vonultak Kassára vagy Kolozsvárra. Boldogságban úszott az ország túlnyomó része. A durvák megszelidültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, a reményt vesztettek pedig bizakodni kezdtek. Miért szeretem 56-ot? Azért, mert számtalan példát mutat a napjainkban oly fájóan hiányzó önzetlenségre, önfeláldozásra. A falvak népe élelmiszerrel segítette a főváros küzdelmét. Forradalmunk tisztasága lehetővé tette, hogy őrizetlenül gyűjtsenek pénzt a mártírok hozzátartozóinak. A fővárosi harcok sebesültjeinek mentése közben több hivatásos és önkéntes mentős vesztette életét. Közöttük volt a képzőművészeti középiskolába járó 16 éves Magyar Katalin is, akit a forradalom leverésének napjaiban november 7-én a pesti belvárosban talált el egy szovjet tankból leadott lövés. Az már külön megdöbbentő, hogy a forradalom leverése után mintegy 200 orvos, ápoló, mentős és medikus ellen indult büntető eljárás. Azt se felejtsük el, hogy a fegyveres segítségen kívül
külföldről is rengeteg adomány, vér, gyógyszer érkezett. Az USA alelnöke, a későbbi elnök Nixon az andalusi hidat is meglátogatta, és személyesen találkozott a magyar menekültekkel. Miért nem szeretem 56-ot? Az utóbbi évtizedekben alig emlékszem olyan október 23-i országos megemlékezésre, mely méltó körülmények közt folyt volna le. Először 16 évesen 1992-ben döbbentem le, amikor egy csapat skinhead belefolytotta a szót az 56-os veterán köztársasági elnökbe, Göncz Árpádba. 2006. október 23-án a kormányellenes tüntetések tetőpontján Horváth Gyuri bácsi elkötött egy tankot és elindult a rendőrsorfal felé. Ami az ezt megelőző napokban zajlott, azt is torokszorító volt nézni, de ezután a rendőrök válogatás nélkül vertek össze békés ünneplőket és tüntetőket. 2006-ban így emlékeztünk a forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulójára. 2006-hoz képest békésnek is mondhatnánk a 60. évfordulót. Elcsattant egy-két pofon, volt lökdösődés, verekedés, és még éveken keresztül bosszankodhattunk a plakáton szereplő személy valódiságán, a magukat történésznek nevezők hitelvesztésén, aminek az lett a végkifejlete, hogy néhány hónappal ezelőtt felszámolták az 56-os intézetet. Bármelyik fél is úgy gondolja, hogy neki van igaza. A nemzeti ünnep nem tüntetésre, széthúzásra, a nemzeti szembenállás demonstrálására való. Az ünnep nem rólunk szól, hanem azokról, akit ünneplünk. Az országos 56-os megemlékezéseken úgy tűnik, mintha ünnepre képtelen, békétlenek hazája lennénk. Vajon valóban ennyit érne a nemzeti ünnepünk? Nem csak a zászló, hanem a szívünk lyukas. Miért szeretem 56-ot? Mert azokban a napokban jó volt Magyarországon élni. Jó volt magyarnak lenni. Kevés pillanat van a mindenkori magyar történelemben, amikor annyi figyelem irányult hazánk felé, mint 1956-ban. 56 kinyitotta Magyarországot. A lehulló vasfüggönyön keresztül újságírók és forgatócsoportok özöllöttek be nyugatról. A nekünk oly sok jót nem hozó 20. században soha nem voltunk olyan kedveltek a világ közvéleménye előtt, mint azokban a napokban. A felénk irányuló szimpátia közül csak egyet emelnék ki. A velünk azonos sorsú NDK-ban egy érettségi előtt álló kelet-német osztály néma csenden adózott a magyar forradalmároknak. A kelet-német kommunista hatalom teljes erővel csapott le a diákokra, akik emiatt az egyperces kiállásuk miatt nyugatra távoztak. Akit érdekel a történet, nézze meg a Néma forradalom című filmet. Miért nem szeretem 56-ot? A rendszerváltás óta eltelt 30 évben sem alakult ki közmegegyezés 56-ról. Azt ugyan elfogadjuk, hogy dicsőséges esemény volt, de azon túl minden párt, ideológia kisajátít egyes részleteket a forradalom és szabadságharc történetéből. A nemzeti összetartozást kifejezni hivatott ünnep így mélyíti tovább az árkokat. Volt idő, amikor Nagy Imre köré font a glóriát. Manapság a pesti srácok számítanak 56 igazi zászlóvivőinek. Miért szeretem 56-ot? Az 1956-os forradalom a modernkor egyik legmegrendítőbb szabadságért vívott harca volt. E forradalom nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is mélyen befolyásolta az akkori és a későbbi történelmi eseményeket, folyamatokat. Nyugaton sokan ekkor ábrándultak ki a kommunizmusból. Azokban a napokban az egész szabad nyugati világ feszülten, reménykedve, csodálkozva és csodálva, virrasztva drukkolt a magyar népnek. Még ma is sok helyen és több milliónyi ember számára a magyar forradalom egyet jelent a szabadság iránti vágyjal, az érte feltétel nélküli áldozathozatal képességével és a határtalan haza szeretettel. Miért szeretem 56-ot? Nagy Imre miatt. Igen, Nagy Imre valóban tagja volt a kommunista vezetésnek. Moszkvából érkezett Magyarországra a háború végén, nevéhez kötik a padlássöprést, és még a forradalom vezetése is kikicsúszott a kezéből, de mégsem volt moszkovita hazáruló, nemzetvesztő bolsi. Kevés dologban értettek egyet 1989-ben a rendszerváltó pártok, de Nagy Imre pozitív megítélése ezek közé tartozott.
Emlékezzünk csak rá, hányan próbáltak közel kerülni a koporsójához. Nagy Imrét a forradalomban játszott szerepéért egy koncepciós perben ítélték halálra 1958-ban. Talán megúszhatta volna a halálbüntetést, de ő a pere során nem árult el a forradalmat, nem tett terhelő vallomást vádlott társaira. Államférfivá vált a halál árnyékában. Miért szeretem 56-ot? Az egyik első kép, amit a forradalomról láttam, az egymásba kapaszkodó egyetemisták fotója volt. Azóta sem tudok szabadulni a kard-karba öltve menetelő, fegyelmezett tömegről, akik arcán látszott, hogy tiszta és becsületes célokért indultak a műegyetemről a bentérre. Számtalanszor elképzeltem, ahogyan különböző vidékekről és társadalmi csoportokból érkező fiatalok a jövő reménységei hogyan fogalmazták meg és öntötték pontokba a forradalom mára elhíresült követeléseit. Miért szeretem október 23-át? Azért, mert mindig aktuális. 1956 az elnyomás elleni felkelés kötelezettségére, a szabadságunk, a demokráciánk megőrzésének fontosságára is figyelmeztet bennünket, utódokat. Idézet: a nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejlik. Írta a legnagyobb magyar Széchenyi István az 1832-ben megjelent Stádium című munkájában. És valóban, 1956 összefogása az ország tetterejét, életerejét mutatja. Azt, hogy a szabadság levegője jobb, mint a hazugság képmutatása, hogy szabadságban élni annyi, mint nem félni, annyi, mint megszabadulni a könyörtelen elnyomástól. Minden szónok kifejezi az ünnep kapcsán a magyarság szabadságvágyát. Mintha mi lennénk a világ legszabadság szeretőbb népe, aki az önkény legkisebb jelére felszedi az utcaköveket. Vajon most mennyien küzdenének a szabadságért? De mikor számítunk szabadnak? Hozzám Heltai Jenő Szabadság című verse áll a legközelebb, amit 1945. május 1-én vetett papírra, egy jobb világban bízva. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és ki az őse. Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Szabadság, ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóban. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Kedves bősárkányiak, 1956 a községtörténetében sem múlt el nyomtalanul. A mosomagyaróvári eseményeknek is van bősárkányi vonatkozása. Az Óvári Akadémián volt akkor első éves hallgató, Marics Tibor, aki az október 26-i sorfüz után Svájcba került, ahol állatorvos lett. Tudtommal később hazatelepedett, és János Somorján nyugszik. Bősárkányba október 26-án éjjel érkeztek gépkocsival polgári személyek Csornáról. Velük volt Erenyei Károly határőrőrmester is, bezörgettek Vánhalmi rendőrtiszthez, és megkérdezték tőle, hogy a nép mellett van-e. 27-én Imre János és Szurovec határőrtiszt összehívta a község lakosságát, és megválasztották a Nemzeti Bizottságot. Szurovec a rendőröktől vette el a fegyvereket, társa, Imre János, a Lenin és Sztálin képeket szerette le Bősárkányban. A helyi nemzeti tanácstól Kovács Imre és Rácz József nemzetőr tárgyal Székely Sándorral, a Csornai Nemzeti Bizottság vezetőjével. Tóth József és Meszlényi Lajos nemzetőr őrizetbe vette a faluban élő Németh István államvédelmistisztet, akit bekísértek Csornára. A Horváth Gyula plébános vezette forradalmi szerv telefonon tartotta a kapcsolatot Csornán kívül Sopronnal és Szombathellyel is. Kedves emlékezők! Nem igaz, hogy a mai gyerekeket nem érdekli a történelem. Csak hitelesen és nem személytelenül kell beszélni róla. Legyen 1956 egy közös nemzeti ünnepünk,
mely helyet kap majd a községük helytörténetének lapjain is. Tudom, hogy önöknek fontos a múlt emlékeinek megőrzése, ezért is bátorkodom azt javasolni, kérni, hogy kutassák fel és tegyék közkincsé az 50-es évek ősánkányának történetét. Gyűjtsék össze a korszak tárgyi emlékeit és dokumentumait. Kérdezzék ki a még élő szemtanúkat, az 56-os események főszereplőinek leszármazottait. Éljünk jogos történelmi örökségünkkel, 56 szellemével, mely arra tanít, hogy egy nép, ha talpra áll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, ha képes legyőzni előítéleteit, és képes felülemelkedni a kicsinyes érdekein, akkor képes közösen nemzetté nemesedni. Kedves bősárkányiak, köszönöm a meghívásuk és a megtisztelő figyelmüket. Emlékezni jöttünk az 1956. október 23-án kitört forradalomra és az azt követő 12 napig tartó szabadságharcra. Ismert és ismeretlen hősökre, akik közül sokan életükkel, szabadságukkal vagy hontalansággal fizettek azért, mert kiálltak a magyar nép szabadságáért, függetlenségért. Pilinszky János így ír. Hétköznap és ünnep. Kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nem csak mértéke a másiknak, de emelője is. Szürkesége a hétköznapoknak, talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak. Az út pora, a vándorok palástja. Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplő cserébe. Kérem, ünnepi megemlékezésünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem csak őre. Azt hitted, véget ért a rabság, s hogy elérkezik végre a szabadság.
és hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyak. Nem kértél sokat, csak az életet. S balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a véredet. Vér. Vár. Vér. Vád. Vér. Ver. Alírtam eleve. A puszta föld. Ököl. Szorít. Evernyed. Földedbe bevernek, mint jelzőkarót. Élethosszig fizetheted ezt az adót. Jön a defterdár, s tőle megtudod. Néhány szép napért mennyi az ár. Mi volt az életed? Hiába kérdezed. Ahogy a helyet nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsi kokárda vagy világnak gombjukában. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Kilángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán vadágyudörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Búsigájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 1945 áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. A falusi emberekkel elvették terményeiket, állataikat. A városi munkásoknak igen nehéz volt a megélhetésük. Az értelmiség nem mondhatott igazat. Akkor az igazságtalan rendszer ellen szót emelt, azt megfélemlítették, hogy elvették a szabadságát, börtönbe csukták. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban, az ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Még több jót egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság.
zavarodnak ezek kötelékeket. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Új kormány nagyimre vezetésével. A bűnös vezetők leváltását, a bíróság elé állítását. Szabad több párti választásokat. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. A Kossuth címer visszaállítását. Március 15-e nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznapvá nyilvánítását. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a BEM térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A lyukas zászló a forradalom jelképe lett. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Döntsd el, magyar! Mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acél szíve a forróságtól megreped. Döntsd el, magyar! Döntsd el, diák! És vonjuk lánccal a kezünk. Döntsd el, ki élsz itt a honban. Velünk jössze, vagy ellenünk? Ébredj, magyar, ma alunni gyalázat, vakondok szeret. Jöjj el közénk, égő szívvel, s emelt fel büszkén a fejed. Birka fejjel, gyávák járnak, napra néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velünk jössze, vagy ellenünk? Felgyújtottuk szíveinket, szemünkben villámfény lobog. Hozzátok szólunk, fásult falvak, ébredő magyar városok. Mi lettünk ma a vérkeringés, új indulókat ver szívünk. Tudni akarjuk, még ma tudni, ki van velünk és ellenünk. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunk. Bitófák nőnek virágok közt, ha nem merünk, ha hallgatunk. Kiégetik a lelkeinket, férgek marják az életünk. Holnap késő már, ma kiáltson, ki van velünk és ellenünk. Mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövein.
Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Másnap, 24-én reggel szovjet tagcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfolytására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságharccá változott. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok között sok volt a 10 éves pesti srác. Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. Március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjáélett a több pártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak,
és vihar vertek. Az első emberi bátorság, áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra, mint egy isten, hóban vacogva fogadta szent munkája vérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testállódott tegnap oszúzó rongybujáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, csak egy külön van, aki bátrabb. És aki mást akar, mint mi most van, kényes bőrégyává ne óvja, mint ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiolója. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt hited, a szent, a nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rózsák. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. 1956. november 4-én megindult az első erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. A Magyar Népköztársaság Minister Tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvény magyar demokratikus formát. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Szürkék az utcák, novemberben szürkék az emberek, novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a farkas réten halottak napig is a csend fogad, novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben élnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben itt esküszettek, gyázadat, tövét, pedagogat, vörösvéren, ágrobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a honlapunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek, novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Novemberben csendben és béke, temető, fejfa, virág és kereszt, novemberben az álmodó rög itt tart és nem ereszt. Novemberben öklök szorulnak és felbizseregnek a tenyerek, novemberben élők a holtak, november fenyeget. Thank you.
Déri Tibor szavai az 56-os forradalomról. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a népakarat. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. Évek óta kétségbeesve figyeltem a magyar ifjúságot, ájultan hallgatott. Október 23-án felállt és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte, úgy, ahogy kívántam, és kértem, és reméltem. 48 ifjúsága után támadt a hazának egy 56-os ifjúsága is. Kérem, ünnepi műsorunk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot. Hazádnak rendületlenül légy hívvel, ó magyar, bölcsőd az majd a zsírod is, mely you